Mind a két csapatnál azért voltak változások, még hogyha a Puskás Akadémiánál kevesebb is, mint a Diósgyőrnél, de erről is természetesen majd szeretnék szót ejteni. Lehet látni, milyen szépen visszamentek. Tulajdonképpen majdnem öt védővel játszik ilyenkor a DVTK, és szűkítik a területet a 16-os előtt. Ez viszont egy jó váltás. Koli maga elé engedi a labdát. Koli még mindig, és ott a gól! Ugye ez lesz az a pillanat itt majd, ahogy Koli megtartja a védőjét, és ahogy középre adta, Slagfer pedig a hosszú oldalon érkezett, és az a helyzet, hogy lemaradt róla Farkas. Koli pedig nagyon önzetlen volt. Alex. Ő is új érkező. Ez egy jó kiugratás, ott a gólhelyzet, és sikerült beleblokkolni Kampecis lövésébe. Hat Puskás játékos bent a 16-oson belül, Levi rászúrja a rövid sarok felé, Szentics véd. Most fejlődnek fel a többiek, Stefan az, aki óriási vágtát mutatott be ott a bal oldalon. Ú, de jó kis csel volt, és a beadás sem volt ám veszélytelen. Egyből vissza középre, ebből még akár lehet is valami, Klimovics lövi el. Kettős csere lesz majd a Puskásnál is, ugyanis az új szerzemény Quentin Maqueiras is ott van, de nézzük, Slagfert lesz a második gólja, Slagfer elpuskázza. Higgadtan tartotta meg a labdát, Koli. Előny szabály, és ezzel lehet menni a kapu felé. Egy lövés, és egy nagyon szép védés Szenticstől. És az Ajax akadémiáján nevelkedett. A belga és az izraeli vonalban játszott eddig, de nézzük Gerát. Gera lövő helyzetben, és egy nagy védés közben Markektől, a kipattanó labdát pedig kirúgják oldalra. Pozsek fogja elvégezni a szabadrúgást. Pont akkor, amikor lejár a rendes játékidő, jön az ívelés, Markek, ez az övé.